Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Zsuzsa, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy egy újabb művész szerepel itt nálam. Szerbusz Attila, nagyon köszönöm a meghívást, és örömmel teszek ennek eleget. Az első kérdésem egy CD megjelenéssel kapcsolatos lenne, ami a Gramola stúdió gondozásában jelent meg 2020-ban, hogy ez az album ez miért olyan különleges? Nagyon örültünk, hogy 2020. május végén a Gramola, ez egy bécsi, ausztriai lemezkiadó, kiadta a lemezünket. Egy kolléganőmmel játszunk három igen ritkán hallott művet, Bernhard Romberg három szonátáját. Bernhard Romberg Beethoven kortársa volt. Ez három eredeti mű, úgy értem eredetileg is cellóra és hárfára írottak ezek a darabok. Ez a három szonáta így még nem jelent meg kiadásban. Ebből kifolyólag ez egy világpremiérnek számít. A kiadó jelezte is a CD-jén, tehát ott van rajta, hogy ez egy világpremiér, és nagyon örülünk neki, hogy pont a pandémia idején ilyen jó dolog is történik, és zeneileg is jó dolog történik. Azt tudjuk, hogy koncertjeink maradnak el, ez egy nagyon kellemes és izgalmas dolog. Az Ő egy Pasticcio című műsorában saját szerzői CD-dről, albumodról előadtál egy számot. Hogy ez miért volt fontos, miért volt különleges élménye? Ez egy nagy megtiszteltetés volt az ORF részéről. A szerzői CD-mről az egyik számot leadták Pasticcio című műsorban. Egy másik ORF élményemet is szeretném még itt megemlíteni. Januárban az ORF magyar nyelvű műsora is megkeresett, portré adást készítettek velem. Valahogy megtalálják az embert ezek a dolgok, és nagyon-nagyon jó hatással vannak valójában a további művészi tevékenységre is, és ez egy jó érzés. Az online zene oktatásban te is benne vagy, hogy számodra mennyire különleges, mennyire nehéz, mennyire furcsa a hárfa oktatás online. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt rögtön az elejétől, ugyanis a kis fiatal tanítványaim nagyon gyorsan beletanultak, hogy kell egy online órán hárfázni. Ez nagyon jól működött. Működik a mai napig köztünk, viszont azoknál a tanítványaimnál, akik már igényesebb darabokat játszanak, ott valójában az online oktatásnak az eszközei nem mindig teszik lehetővé, hogy a hangminőség visszaadja azt az élményt, ami mondjuk egy normál tanítási lehetőség keretében van. Viszont kitaláltam, hogy a növendékeimet kértem, vegyék föl a darabjaikat, egy audio felvételt készítsenek, és ezt küldjék el nekem. Én ezután kielemeztem ezeket a darabokat, a felvételeket, és utána együtt beszéltük meg a tanítványaimmal a problémákat, a javítani valókat. Valójában a dolognak ezt a részét is azért megoldottuk, találtunk rá egy lehetőséget, hogy hogy lehet a hangminőséget egy kicsikét javítani. Jelenleg a Biesenbergi Leobendorfi Zeneiskolában tanítok hárfát. Tavaly június végéig a bécsi Breiner Konzervatóriumban is tanítottam hárfát. Sajnos a pandémia kihatása miatt ezt az intézményt be kellett zárni, úgyhogy egy állásomat elvesztettem ezáltal. Ez egy elég sajnálatos dolog, ez sajnos ugye az egész tanári kart érintette, de természetesen a diákoknak is ez egy nagy érvágás és egy nagy hiányt jelent. Zeneterápiával is foglalkozol, hogy ez a terápia, ez téged hogy talált meg, miért fontos, hogy néz ki egy ilyen terápia? Mint koncertező művészt mindig foglalkoztatott ez a közönséggel való párbeszéd, vagy kommunikálás, vagy a közönséget hogy tudom másképp elérni, nem csak úgy, hogy ott állok a színpadon, hanem egy másfajta utat is próbáltam találni. Így jutottam el a zeneterápiához, mint lehetőséghez. Mivel többször volt alkalmam tanítani különböző hárfa fesztiválokon, valahogy a csoportomban mindig volt egy-két ember, aki igényt tartott arra, hogy egy kicsit még a tanításon kívül még beszélgessünk, elmondja nekem az esetleges problémáit, vagy azt, hogy éppen az orvosa küldte oda, hogy vegyen részt ezen a hárfás kurzuson. Igazából ez adta meg a végső gondolatot ahhoz, hogy ezt egy terápia formájában is meg lehet valósítani, és a Bécsi Zeneegyetemen
felvételt nyertem zeneterápia szakra, ami nagyon nagy dolog volt, mert egy egész Ausztriából, és folyamra 10 embert vesznek föl, Németországból is. Jönnek a felvételizők, és benne voltam ebben a 10-ben, és hát nagyon nagy öröm volt ez számomra. Úgyhogy zeneterápia szakot elvégeztem, és ezeket a zeneterápiákat úgy lehet a legjobban elképzelni, hogy különböző hangszereket alkalmazunk a terápia ideje alatt. Ezek a hangszerek, ezek nagyon egyszerű hangszerek, úgy értem, hogy mindenki az első pillanattól kezdve tud rajta játszani, ezek vagy ütőhangszerek, vagy valamilyen nagyon egyszerű dallamhangszerek, akinek kedve van hozzá, kipróbálhatja ezeket a hangszereket. Zeneterápiát vagy csoportosan, vagy egyénileg lehet tartani. Kliensek, vagy pacienseknek megvan a lehetősége ahhoz, hogy ezekkel a nagyon egyszerű hangszerekkel együtt zenélhessenek, vagy együtt zenélhessünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a zenei tartalmak, ezek mind improvizációk. Kitalálunk egy-egy hangzást, egy-egy dallamot, esetleg éneklünk is, az is elő szokott fordulni. Tehát nem kell ezekhez a hangszerekhez semmilyen előismeret. Ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy most az adott pillanatban bizonyos kliens vagy paciens milyen hangszert fog éppen kiválasztani és azon játszani, de az is előfordul, és az is egy teljesen természetes dolog, hogyha valaki éppen nem akar az improvizációban részt venni, és ez mindig az alkalomtól, a napi ráhangolódástól, a saját érzésétől függ, hogy ki mennyire aktív ezen a terápián. Szereted kipróbálni magadat más művészeti ágakban, és hogy jelenleg milyen projektek futnak, milyen projektekben vagy benne? Most, hogy nincsenek koncertek, most egyszerűen több időm van arra, hogy olyan dolgokkal is foglalkozhassak, amit mondjuk szeretek csinálni alapvetően, csak időhiányában nem nagyon volt alkalmam erre. Fotózás az egyik nagy szerelmem, úgymond. Mindig is érdekelt az, hogy lehet a különböző művészeti ágakat valahogy összehozni. Ebből aztán ugye egy összművészeti alkotás jöhet létre. Grafikus művész barátommal, Tóth Juka Zolttal több közös videót alkottunk, olyan formán, hogy a zenei része az én feladatom, ő pedig a képi részét, illetve a képi művészi elrendezését készítette a videóhoz. Több ilyen közös alkotásunk van már, most is készülünk egy újabb premierre, ami valószínűleg látható lesz a YouTube csatornámon is. És nézzünk, minden link, minden információ Zsuzsához itt lesz majd a videó leírásában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további jó tevékenykedés, aktívkodás és sok sikert! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel tettem eleget és megtisztelő volt. Köszönöm szépen, minden jót kívánok neked! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!